Ászberényben szeptember 12-ével musical stúdió indul. A vezető szavait idézve, augusztusban egy erre kedv csináló foglalkozást indított. A kurzuson vendégoktatók is betekintést nyújtottak a színészet éneklés világába a színpadra vágyó diákoknak. Hétfőn a 2019-es Sztárban sztár leszek nyertese Békefi Viktória színésznő és párja Feng Jiao látogattak el hozzájuk. A héten Csonka Zsuzsanna operaénekes, Varga Dávid énekes és Herczig Gábor koreográfus is órát adott számukra. Hát maga a kezdet az egy elég nehézkes kezdet volt, mert ugye én itt egy teljesen új ember vagyok, senki nem ismert. Így öten, amint látszódik itt mögöttem, ahogy táncolnak, bejöttek, és akkor elkezdtük megismerni egymást. Az első nap még mindenki viszonylag visszafogott volt, és akkor folyamatosan egyre jobban belelazultunk a dologba. Ugyanis a diákoknak arra is volt lehetőségük, hogy a világot jelentő deszkákon nézők előtt próbálják ki magukat. Versekből, énekekből összeállított ünnepi műsort vittek színpadra augusztus 20-án délután a Jászberényi Margit szigeten. A stúdióban mindenkit várnak, aki betöltötte a 9. évét, és nincs még 22 éves, és szívesen kipróbálná magát a színház világában. Alapoktól kezdünk, és folyamatosan lehet csatlakozni, és mindig vissza tudunk kapcsolódni az alapokhoz, mivel nekik is jó ismétlés. Van olyan gyerkőcöm, mint Csanád, Viki, akikről tudom, hogy ők már többször is léptek föl közönség előtt, ami nyilván egy kicsit segítség, mert a többieket tudják felfele húzni, és egy kis önbizalmat adni nekik, hogy ők is élvezzék azt, amit csinálunk.